Több mint 50 ezer tüntető gyűlt össze szerda este Kijev központjában, a Majdanon, azaz a Függetlenség téren, hogy tiltakozzon a brutális rendőri erőszak ellen, amely a nap folyamán állítólag legkevesebb 5 halálos áldozatot követelt. Vitalij Klitschko, az Udar párt elnöke egynapos haladékot adott Viktor Janukovics államfőnek, hogy írja ki a rendkívüli választásokat. Ha az elnök nem válaszol holnap, akkor támadásba megyünk át, nyilatkozta Klitschko. Az Ukrajnában élők szerint kiszámíthatatlan, hogy milyen események várhatók. Egyik nap úgy tűnik, hogy lesz belőle valami, igen, ki tudnak egyezni, másik nap egy órával későbben teljesen másfajta hozzáállást látunk, mind a két oldalra igaz ez, úgyhogy nem tisztázottak, teljesen ilyen homály fedi azt, és nem kiszámítható, egyáltalán nem kiszámítható akár az egy órával későbbi eseményeknek a változása. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a szerda este harciasan nyilatkozó Klitschko csütörtökön délután átmeneti tűzszünetre vette rá a feleket. Kijev belvárosában most viszonylagos nyugalom van, egyik oldal sem támad. Az ellenzék vezetői folytatják az előző nap megkezdett tárgyalásokat Viktor Janukovics elnökkel. Az eredményekről estére értesítik a tömeget, és akkor dől el, hogy folytatódnak-e az összecsapások.